nem jön el szívem, de kár. De ott lesz ugyebár, lesem, hogy jön-e már, hisz ránk egy icike, picike, mozibár. Épp ezért hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. De ott lesz ugyebár, lesem, hogy jön-e már, hisz ránk egy icike, picike, mozibár. Épp ezért hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Hagyományőrző csoportok, énekkarok is felléptek idén az Ozorai falunapon. A község életében több okból is meghatározó az augusztus 20-ai rendezvény, mondja Sümegi Gábor polgármester, hiszen szeretnék ilyenkor Ozorát ünnepelni és a helyi közösséget szórakoztatni, összekovácsolni. Ozorának ugye Szent István a védőszentje, templomunk is, és így a misével kezdtük ezt a napot, ott atyánk elben elmondta azért, hogy milyen nagy jelentősége van ennek. És hát Ozorának nyilván, hogy ez egy évszázadok óta ünnepelt napja, és ehhez hozzárakódik azt, hogy az alkotmányunk ünnepe. Szeretnénk egy kicsit ugye nyilván ezen a napon Ozorát ünnepelni, és a közösséget egy kicsit szórakoztatni, és én jó szívvel látom azt, hogy annak ellenére, hogy egy órával ezelőtt még iszonyat meleg volt, és ugye nyilván, hogy megcsonkította egy kicsit a közönséget, de ezt szerintem délutára vagy estére ki fog alakulni, és ismételten megduzzad a létszámunk. Irányítás alatt az iskola meghatározó szerepet töltött be a falu életében. A rendezvényen díjátadásra is sor került. 2023-ban az Ozoráért elismerést Szappanyos József nyugalmazott címzetes iskolaigazgatónak ítélte oda a grémium. Ez egy több hónapos előkészület eredménye lett, hogy ő ezt kapta. Én tiszta szívből gratulálunk neki, és mindenki így gondolta, hogy ő ezért megdolgozott. És köszönjük neki a munkáját, az Ozoráért hozzáállását, a faluért tett dolgait. Én azt gondolom, hogy ez Ozorái díj, ez egy alapvető díj, amit most adhattunk. Az átadott hagyományozó műsor követte, ahol fellépett egyebek mellett a Mucsfai dalkör, az Ozorai színkör és a Siófoki asszonyok hagyományozó tánccsoportja is. Műsorváltozás történt, egy fellépünk hangszágyoldásra hivatkozva nem tudja elvállalni a mai délutáni fellépést. Őt szórakoztatás szempontjából a romákat érintette volna jobban, hiszen kedvencük. Ezt én próbálom valahogy az esti műsorral majd kárpótolni, egy Bill nevezető, akit szintén kedvelnek, ő egy tamási zenés srác, és jó hangulatot fog nekünk csinálni. Úgyhogy egy kicsit elcsúsztak a programok, de én azt gondolom, hogy ki fogjuk tölteni. Vendégként egyébként, nem csak fellépőként, tehát vendégként azért vannak itt a esti órákban, meg szoktak jelenni az környező faluk lakosai, úgyhogy várjuk őket is szeretettel. A hangulatos falunapot végül egy retro parti zárta. Legyen a horvát kedve Budán, szombaton este fél nyolc után, mikor az első csillag kigyúl, kicsike babám hozzám simul. Legyen a horvát kedve Budán, szombaton este fél nyolc után, kiszól a színkörből a zene, ragyog az édes kép szép szeme. Legyen a horvát kedve Budán, szombaton este fél nyolc után, mikor az első csillag kigyúr, kicsike babám hozzám simul.